Na, sziasztok, én vagyok, és most itt lennénk a harmadik részsel. A előző részekből, ahogy néztem, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, aminek örülök. Például olyanokat, hogy mondjuk semmi más videós a Youtube-on nem mondta, vagy magyarázta el ilyen jól a dolgokat, ugye. Például mondjuk azt a SNTásznál, ugye, meg az első résznél, ugye maga a fájlokat. Szóval a csomó játékos, ugye itt volt, tudta, hogy itt vannak ezek a fájlok, -ok, de mégsem tudták, hogy mire valók, ugye melyik melyik. Mindegy, ma egy egyszerű dolgot fogunk úgymond átvenni, szerintem elég egyszerű. Ez nem más, mint a PEX. Ugye a PEX az egy fontos dolog. Ö, rangok nélkül elég nehéz boldogulni ugye egy szerveren. Szóval mindenképp kell. Na, le is töltjük. Ugye, mint eddig berakik a plugins mappába, itt is van, Permissions X, és akkor tök mindegy melyik verzió, vagy nem tök mindegy, de úgy értem, hogy a legújabb, vagy hát lehet ennél újabb már lesz a jövőbe, amikor már ugye ez a videó úgymond régi lesz, mindegy. Szóval el kell indítani megint a szervert, <coughs> mint eddig ugye. Na el is itt, itt megy, 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 és akkor igen, azt hiszem le is generáltak gondolom a fájlokat, itt is van, de és akkor kettő fájlunk van, a config az igazából nem fog bővülni, az már így így, ahogy van, így marad, az tök mindegy. Úgyhogy be lehet állítani, majd megmutatom, hogy ki adatbázishoz köttetni, ugye, csak ez még alapok, szóval alapokat veszünk itt át. Az a lényeg, hogy, hogy alapokat veszük át. Ugye fontos tudni, hogy a pexet vagy konzolból lehet kezelni, vagy egy olyan személynek, Ö, akinek van csillaga. A csillag az olyan, hogy bár mindent tudsz a szerveren, kezelni kivéve a command blokkokat. Igazából enny ennyi a jelentése a csillagnak. Ö, és akkor itt beléptek a konzolba, bejártak mondjuk, hogy ö, Pax User, pex User, igen, Super x 2 és akkor Permission ad, és akkor csillag. Miért nem a Perpex? Ja, mert előtte van valami. De én, hát nem is volt előtte eddig. Na mindegy. Most már... Jó gyegek simán ad ö, Csillag, hülye vagyok. Eddig teljesen más ö, máshogy hittem Azt hittem, hogy előtte kell még a permission. Jó, mert most á, ugye már én nem Pexet használok, már legalább egy éve. Szóval ö, nem tudtam pontosan parancsot. Mindegy, itt van, ezt kell beírni hozzá. Ö, simán adja, azt hittem, hogy permission ad ugye már az logikusabb lenne, hogy ö, jogot adunk hozzá. De itt van. Szóval. <kül> Így hozzáadtuk akkor a csillagot. Így akkor már tudjuk a karakterként is kezelni ezeket a dolgokat. Ha megnézed, megnézitek ezt a fájlt, akkor itt van már a users, és akkor itt vagyok én. Jó, szóval, hogy tudunk új ö, csoportot úgymond létrehozni? Ugye, ez nagyon egyszerű, Pex, Group, és akkor beírjátok mondjuk, hogy ugye ott van egy Default, az ugye a alap. Akkor beírjátok mondjuk azt, hogy VIP és akkor create, és akkor default. Ez mindjárt mondom, hogy ez mi lesz. Szóval most azt írtuk be szó szerint, hogy ugye Pax, grupp, ugye, hogy csoport, VIP, szóval ez lesz a neve, create, hogy csinálj egy újat, és azokat tudja, mint a default. Szóval utána írjuk azt, hogy mit, melyik ö, csoportot tudja, akkor utána ugye ott lesz, hogy default. Látjátok, itt van. Default majd tudja. Ezt majd úgy tudjuk tesztelni, hogy mondjuk a defaultnak megadjuk azt, hogy default set, és akkor mit te snts. snts. spawn és megint rosszul írtam be, mert addot kell írni a set helyett, mert én teljesen elszoktam ettől a plugintól, és itt van, permission essentials spawn Ugye most én úgy gondoltam, hogy akkor fogjuk és akkor csinálunk mondjuk még egy játékos rangot, Ö, tegyük fel lenne ez mondjuk, mit tudom én, Mester most mondtam valamit, nem tudok jobbat És akkor ez meg az, ugye azt tudnám, mint a VIP És akkor Pax göp, és akkor lenne mondjuk egy moderátorunk Moderátor, igen letékezetet lehet írni És akkor ez meg ugye azt tudnám, mint a mester És akkor utána meg göpp, és akkor lenne mondjuk egy admin És akkor admin az meg azt tudnám, mint a moderátor mindjárt, lefog, mindjárt el fogok itt mindent magyarázni, amit itt gyorsan megcsináltam Szóval, ugye itt van a default a VIP azt tudja, mint a default. A mester ugye azt tudja, mint a VIP, plusz majd a jogok ugye, amiket megadunk. A moderátor, ami hülyén van írva, de moderátor egyébként, az azt tudja, mint a mester, és a admin azt tudja, mint a moderátor, ugye. Ennyi. Ilyen egyszerű. Ugye azt kérdezitek, hogy amikor írnak a chaten, hogyan lehet prefixet beállítani? Ugye ez egy fontos kérdés. Bejöttek az snts ba config, itt lejöttök. Mondom, hogy meddig kell lejönni. Jöttök, 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 jöttek, És itt megálltok. Az SNTS csetnél megálltok. Itt létrehoztok egy olyat, hogy... Mindjárt mutatom. Ups, nem szabad tabolni, gyerekek, ez fontos. Nem szabad tabolni, én most majdnem elgondoltam. És akkor itt elkezditek mondjuk írni, hogy default, vagy használhatjuk ezt is igazából így templétnek úgy mond, vagy hogy nevezzem. És akkor a word name az szerintem fölösleges. Az nem kell. A group az már fontos. Hisz az fontos. Ö, nem, nem fontos. Most esetleg, hogy miért nem fontos. Mindjárt elmondom. Szóval 8 igen. És akkor utána meg tag. Így ugye nem tudok írni. És ö, default, hát nem tudom. Még F. A. A. Inkább A. És akkor itt, itt igazából, hát, 8-assal. És akkor itt túl és akkor ennyi. Még itt alval jelöljük például. És akkor ugye ezt a többivel, ugye, nagyon egyszerű, <laughs> jó, ennyit nem csak azért egyszerre. VIP, és akkor mondjuk itt VIP lenne, ugyanúgy. Ö, igen, ez így jó. Igen. És akkor igen. Vagy, sőt, úgy lenne a legjobb, ha mindegyik elbetű lenne, úgymond. És akkor még a mestert megcsináljuk. Igen, mester, és akkor tegyük fel, hogy ez lenne hatos, most mondok valamit. Igen, és akkor itt mester ugyanúgy. Ez fontos, hogy itt ugye át kell ezeket írni, hogy tudja, hogy melyik rangot akarja kezelni a plugin. Hisz, ő se tudja. Anélkül, hogy nem adjuk meg ugye SNTS Reload. És akkor most felmenjük a szerverre. Ugye mivel nekünk nincs, a nem szervegépen fut, és nincsen kibindelve a port, ezért csak lokál tudunk felcsatlakozni. lokál lokálhoston, itt is vagyunk, pacekba, és ha elv, elv csillagunkon csillagunk ugye, csillaggal, az tudjuk kezelni a pexet, igen, itt van. És akkor ha akartok valakinek rangot adni, ugye, mert gondolom akartok, hát miért akarnátok, egyébként, euh, még nem, szerintem még nem frissült, gondolom én. Ja, még nem frissült. Ő... Igen. Default van van ideírva, de lehet, hogy nagybetűvel írtam, és az a problémája. Ö, kinézem ezt, kinézem ezt. Igen, látjátok? Tag. Fontos. Úgy kell írni, ahogy a pex be bele van írva. Szóval látjátok például, hogy már működik egyből. Itt van egy tag. És akkor mondjuk én meg akarom adni magamnak. Tegyük fel. User ugye. Szuper lesz. És akkor Ugye grub set, és akkor mit tudom én, mester, és akkor most mester vagyok, ilyen egyszerű, ilyen egyszerű, és akkor ugye majd ő, igazából tudjátok tesztelni, hogy hogy lehet jogokat ugye hozzáadni, meg ezek a jogokat jobban át fogom ö, venni a következő részbe, csak tényleg be akartam így kezdeni úgymond a gangokba, hogy tényleg tudjátok, hogy mi ez, mi a lényege, és hogy mik az alapok nekik, ugye ezzel most, amiket megtanítottam úgymond nektek, hozzá tudtok most már állni, megcsinálni a rangokat, a, a kinézeteket, ugye a prefixeket, ez prefixnek hívjuk egyébként, és ö, egyébként az, hát igazából ennyi, meg ugye rangot tudtok adni, megjogot, megjogott. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, ennyi lett volna ez a videó, iratkozzatok fel, és lájkoljátok, és ú, nagyon szépen köszönöm tényleg a sok pozitív visszajelzést, és elnézést a párba kiért, de rég használtam ezt a plugint. Na, sziasztok!